város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Külföldi vendégelőadók részvételével rendezték meg a Balkáni Történet című program. Álomkonyhát elérhető áron. Szépítse otthonát a Varga bútorüzlet kínálatából. Igényének megfelelő konyhabútorok számtalan színben, formában, méretben és kiváló minőségben. Ön megálmodja, a Varga bútor teljesíti kívánságát számítógépes látványrajzzal segítve. De nem csak a konyhát, hanem a szobát, előszobát és fürdőszobát is berendezheti a Varga bútorüzletből Pécset, a József Attila út 14-ben a hullámfürdő mellett. Mielőtt dönt, jöjjön el! Várjuk! Világmárkák oké áron. Hagyományos és digitális fényképezőgépek széles választéka. Képről képet azonnal. Disney meglepetések gyerekeknek. Oké Fotó Pécset az új forrás üzletház földszintjén. Az új 3-as BMW megvásárolható a kedvelt 1.6-os motorral. A 316i modellű széria felszereltségként elektromos kipörgésgátlóval és vonóerő szabályzóval, illetve elektronikus kanyar stabilizátorral rendelkezik. Az önbiztonságát 6 darab légzsák védi, szintén széria felszereltségként. Az új BMW 316-os már 5.990.000 forintért megvásárolható, akár 30% előleggel is, használt autó beszámítással. Schneider és Sós Kft. Pécsett a Budai Vánnál. Készülj, mert 1999. május 30-án Pécsett, a Kossuth téren ismét megrendezésre kerül az Adidas Streetball. Utcai kosárlabda 14 kategóriában, zsákoló, 3 pontos, büntető és félpályás dobóversenyek várják a sportolni vágyókat. Szintén a helyszínen gyereknapi majális, ingyenes Diego és Fuji légvár, valamint mini palánk az ügyeseknek, jégkrém és üdítőeső az éheseknek, ingyenes fényképezkedés a Fotó Plusz jóvoltából a jóképületnek. Jelentkezésedet leadhatod az Adidas márkaboltokban Pécsett, a Király utca 23-27-ben és az új forrás üzletház első emeletén. A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi napok rendezvényei és az ezen belül szervezett nemzetközi könyvtártörténeti konferencia a Klimó könyvtárban történt koszorúzással kezdődött. A korabeli tudomány és irodalom pártfogója, a hajdani pécsi megyés püspök Klimó György 15 ezer könyvvel növelte a püspöki könyvtár állományát, és pedig avval a meggondolással, hogy a Pécsi Egyetemnek egyszer majd szüksége lesz egy gazdag európai könyvgyűjteményre. 1774-ben elsőként Magyarországon könyvtárát nyilvánossá tette, írja róla Aknai Tamás művészettörténész. Az állandóan gyarapodó gyűjtemény, mely hol vásárlásokkal, hol adományozással, vagy éppen hagyatékkal bővült az évtizedek folyamán, szinte minden tudomány területére kiterjed. A teológiától az orvostudományig, a matematikától az irodalomtudományon át a jogi és történeti könyvekig, dokumentumokig, katalógusokig. A ma már több százezer kötet elsősorban az egyetemi oktatást és az oktatók tudományos munkáját segíti. A 225 éves a Klimó könyvtár az első hazai nyilvános könyvtár című konferencián az egyetem, az egyházak és a könyvtárak képviselői az alapítóra Klimó Györgyre emlékeztek reliefjének megkoszorúzásával. A program holnap a Janus Pannonius Tudományegyetem baráti társaságának ünnepi ülésével folytatódik, melyen az előadások mellett aranyjelvéneket, emléknapokat és díszokleveleket adnak át. A magyar millennium megünneplésének feladatairól, Spécs világörökség pályázatáról is tárgyalt mai kihelyezett ülésén a Pécsi Közgyűlés Kulturális Bizottsága a Dominikánus Házban. A tanácskozáson részt vett dr. Kovács Flórián, a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatalának vezetője is. Részletekről esti kulturális híradónkban számolunk be.
külföldi vendég előadók részvételével rendezték meg a Balkáni Történet című programsorozatot, melynek a Vasutas Művelődési Ház adott otthont. A személyes tapasztalatokból merített előadások most egy másik szemszögből közelítették meg az Európában zajló tragikus háborút. A Balkánon zajló háborús események mindennapjairól rendszeresen értesülünk a médiából, ám ennek kulturális és lélektani hátteréről vajmi keveset tudunk. A Balkánon történteket most egy új megközelítésből ismerhették meg az érdeklődők. Így szó lesz nem csak a történésekről, hanem azok jelentőségéről és jelentéséről. Főként a következő generációk számára, így például egy gyermek hogy éli át mindezt. Legyen az Újvidéken, Szabadkán, vagy Banyalókán, vagy Szarajóban. A fórumon érdekes témakörök szerint vitatták meg az aktuális kérdéseket a jelenlévők, így például azt, hogy mit jelentett és mit jelent ma jugoszlávnak lenni. Mint azt az est egyik előadója, dr. Mila Kapor, az Eszéki Egyetem pszichológiai tanára kifejtette, hazájának diákjai napjainkban identitászavarba kerülhetnek, hiszen számukra napról napra változott meg a földrajz, a történelem, szinte az egész világ. Dr. Charles Tauber, amerikai pszichiáter, már évek óta dolgozik Vukováron és foglalkozik traumapszichológiával. Beszédében többször kitért arra, hogy a háborútól szenvedők igazi vesztesége a lelkisérülés. Valahányan, kik összejöttünk, pszichológusok, pszichiáterek, orvosok vagyunk, és nem csak szakmailag, hanem saját élményeinken keresztül is próbáljuk bemutatni, hogy lényegében mi is történik, hogyan is történik. De annál fontosabb kérdés, mi is lesz holnap, holnap után is a jövőben. A fórum június 3-án csütörtökön folytatódik majd Balkáni Történet 2 címmel, amikor is ismét új szemszögből más előadók tolmácsolásában hangzanak el előadások napjaink gyászos eseményeiről. Horvátországban és Boszniában minden a mai napig nagyon sokan szenvednek a háború miatt átélt traumák miatt, és jelentősen megnőtt a kábítószert használók száma is. A Duna-Dráva-Száva eurorégiós együttműködés keretében tuzlai és eszéki szakemberek voltak városunk vendégei, akik baranyai kollégáikkal együtt igyekeznek megoldást keresni a gondokra. Ennek a mostani látogatásnak volt egy előzmény, amikor mi lementünk Eszékre, és ott az eszéki kollégákkal tárgyaltunk egy olyan együttműködésről az ifjúsági szociális munka területén, amelyet a Duna-Dráva-Száva együttműködés keretében szeretnénk megvalósítani. Az ifjúságvédelemmel és a szociális ellátással foglalkozó szakemberek ellátogattak néhány megyei szociális intézménybe. Az eszéki és a tuzlai delegáció tárgyalásainak a célja a tapasztalatszerzés, az itteni szociális intézményrendszer megismerése. A boszniai szakemberek elmondták, hogy országukban a legkomolyabb veszélyt a lakosság elvándorlása jelenti, a fiatalok 98%-a úgy látja, hogy nincs jövője a frissen létrejött államnak. Emellett a délszláv szakemberek a kábítószer használat, a munkanélküliség és a háború okozta pszichés problémák orvoslatát tartják a legfontosabbnak. Még háború utáni problémákkal foglalkozunk. Sok háború szenvedő, pláne a gyermek populációba, és az az érdeklődés ott nálunk, hogy milyen metód, milyen módon foglalkoznak az intézmények, de a civil szervezetek is szintén itt a Pécset, meg a tuzlai kantonba. Az intézménylátogatások végeztével a vendégek és a megye képviselői konkretizálták az eurorégiós együttműködés további teendőit. A tervek szerint a jövőben sor kerül a horvát és a magyar szakemberek tuzlai látogatására. A Belügyminisztérium társadalmi kapcsolatok és kommunikációs irodája, valamint a határőrség országos parancsnoksága a pécsi határőrigazgatósággal karöltve szervezett találkozót a magyarországi kisebbségi önkormányzatok vezetőinek. Az összejöveteleten tájékoztatót adtak a határőrség munkájáról, valamint megvitatták a határ mentén élő kisebbségek és a határőrök közötti eddigi tapasztalatokat és a további együttműködés lehetőségeit. A rendezvény a haderőség humán főigazgatójának kezdeményezésére került Pécsre.
Nagyon örülünk, hogy a főigazgató úr Pécset választotta ezen rendezvénynek, aminek nyilván az volt az első oka, hogy Baranya megyében igen sok nemzetiségi él, és itt a nemzetiségi önkormányzatok is megválasztásra kerültek, tehát mindenképpen ezt a igazgatóságot választották. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a találkozót abból a szempontból, hogy ebből is szorosabbra sikerül fűzni a határőrség és a határterületi lakosság, és ezen belül a nemzeti kisebbségekkel való kapcsolatunkat is. Ez nyilván erősíti a határőrséget a tevékenységébe, de a kölcsönösségi alapon tudunk egymás munkáján elég sokat segíteni. A találkozón csaknem 12 országos és több pécsi kisebbségi önkormányzat képviseltette magát. Mint elmondták, a kisebb fennakadások ellenére jónak mondható a kapcsolat a határőrséggel, és az a reményüknek adtak hangot, hogy a találkozó ezentúl rendszeressé válik. A szerény anyagi keretek között élő nyugdíjasok és mozgássérültek számára szervezett kirándulást a Nyugdíjasok Pécsi Egyesülete. Az egésznapos program során a Tolna megyei Kismányokra és Bonyhádra is ellátogat a 45 fős társaság. Az étkezésről és a kellemes utazásról természetesen a szervezők gondoskodnak. Az Egyesület a későbbiekben is megpróbál olyan programokat szervezni, melyek elérhetőek lesznek a kis nyugdíjasok számára is. Felvételeink a ma reggeli induláskor készültek. Végül következzék néhány hír a mai várható eseményekből. A Füsti Molnár Éva Színi Tanoda növendékei és a mozgáskorlátozottak dalköre is fellép ma este 6 órakor a Pécsi Ifjúsági Házban a Mozgáskorlátozottak Baranya megyei Egyesülete Pécsi csoportjának gálaműsorán. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén ünnepli 10 éves fennállását Magyarországon. Ebből az alkalomból a Pécsi csoport ünnepi konferenciát szervez ma és holnap a Hittudományi Főiskola épületében. A Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában ma felavatják és megkoszorúzzák Keresztes Fischer Ferenc emléktábláját. 5 órakor a Művészetek Háza hangversenytermében rendezi 25 éves jubileumi ünnepségét a Magyar-Finn Baráti Társaság. A város legfontosabb híreivel a Pécs TV híradóját látták. Hamarosan időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk! A Kárpát-medencébe délnyugat felől különböző nedvességtartalmú meleg léghullámok érkeznek. Emiatt ma a több-kevesebb napsütés mellett gyakran erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar is kialakulhat. Megélénkül a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 28 Celsius fok között valószínű.